Ruházat, védő és edzőfelszerelések, fitness, karate, taekwondo, kickbox. Minden, ami harcművészet. Szavatol Kft. Lakókocsi kereskedés. Használt rendszámos és rendszám nélküli lakókocsik nagy választékban. Eladás, vétel, bérbeadás, csere, alkatrészek. Minden, ami lakókocsival kapcsolatos. A most következő Dino Sporthíradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz. Sportosat. Híradónk vendége Erdélyi Magdolna, nemzetközi díjugrató pályaépítő. Szervusz, üdvözöllek! Díjugratással sem szoktunk sokat foglalkozni, nem egy pályaépítéssel foglalkozó hölgyel, de veled kivételt tehetünk, már csak azért is, mert ha jól tudom, a két ünnep között nem akármilyen díjat vehettél át. Mi is volt ez? Hollandiában tagja vagyok a Nemzeti Pályaépítőklubnak, ami minden évben rendez egy pályatervező versenyt, ahol a résztvevők megtervezhetik az országos bázisport döntők pályáit. A legjobb pályázat nyer, és megépítheti Amsterdamban a nemzetközi verseny keretein belül megrendezésre kerülő bajnokságot, és én vagyok az, aki Amsterdamba utazhat ezt megcsinálni. Ez volt az első ilyen nagyon rangos díj, amit nyertél, vagy már sokat nyertél? Rendkívül kevés díj van a pályaépítők között, hiszen mi nem versenyzünk, mi a versenyzőknek adjuk a feladatot, így kapva kaptam az alkalmon, hogy van egy megmérettetés, és hát egyből sikerült. Akkor például itthon téged szoktak színni a versenyzők? Hát a körülményekkel együtt, engem igen, igen. Sokan vagytok egyébként pályaépítők? Nem igazán, elég kevesen foglalkoznak ezzel, hiszen első ránézésre ez nem egy álomhivatás. Mi cipeljük a pályán az akadályokat, és hát kapunk hideget, meleget a lovasoktól. De ugyanakkor azt is ti döntitek el, hogy mi legyen és hol legyen. Így van, ez a kreatív része, emiatt mégiscsak álomfoglalkozás, csak aki ebben nem merül bele, az azt hiszi, hogy mi csak cipekedünk, hiszen nem gondolja végig, hogy mennyi tényező befolyásolja azt, hogy milyen feladatot adjunk a lovaknak, lovasoknak a pályán. Ugye titulosod úgy, hogy nemzetközi. Ez mit jelent? Tehát le kellett vizsgáznod valahol, és utána visznek téged más nemzetközi versenyekre is, ahol neked kell a pályát megépíteni. Németországban kellett egy nemzetközi vizsgát teljesíteni, ahhoz, hogy nemzetközi szintű, tehát a FEI, a Nemzetközi Lovas Szövetség által elismert, illetve annak színeiben rendezett versenyek pályaépítője lehessek. Sokan vannak Magyarországon, akik ezzel a jogosítvánnyal bírnak? Négyen vagyunk összesen. Négyen. És abból is nem mindenki aktív. Mennyire foglalkoztatnak téged nemzetközileg? Eléggé. Ahhoz képest, amilyen minősítésem van, ahhoz képest nagyon. Miért? Milyen minősítésem? Kettes szintű nemzetközi, összesen négy szint van. Ebből a kettes szint az első, amivel ténylegesen lehet nemzetközi versenyeket építeni. A négyes szinten 20-an vannak a világon az olimpia építésére jogosít fel. Hogy megnyerted ezt a díjat, és ez teljesen friss. Lehet, hogy a hármas szintre fogsz lépni? Hát ehhez vizsgáznom kell még, vizsgázni egy komoly kell. Vizsgára kell menni. Igen. De gondolom, akárki nem mehet vizsgázni, tehát én sem mehetnék oda vizsgázni. Teljesíteni kell egy csomó kritériumot, illetve a Nemzeti Lovas Szövetségnek kell javasolnia az illetőt erre de a vizsgára. De akkor téged javasolnak majd, hogyha bevállalod. Hát remélem. Bevállalod? Nagyon szeretném. Mikorra tervezed? Amikor kiírnak egy vizsga lehetőséget. És akkor azonnal mész akkor? Hát, ha nem a világ másik végén van, akkor igen. Erdélyi Magdolnáról hallhattunk-e úgy, mint díjugrató versenyző? Hát, akinek nagyon jó a memóriája, igen. Ifjúsági koromban versenyeztem nemzeti szinten, illetve a legkisebb nemzetközi versenyeken. Most éppen egy
magyar bajnokságot látunk, ugye? És itt te rendezted a pályát? Igen, ez a 2010-es országos bajnokság, felnőtt bajnokság, amin én voltam a pályaépítő. Ez a Kiskunhalasi lovaspálya, országunk egyik legnagyobb múlttal rendelkező helyszíne. Minden évben te rendezed a... Pontosabban te rendezed be az OB-ra pályát? Egy kollégámmal rotációban szoktuk, az egy bizonyos kategóriákat felosztjuk egymás között, és úgy. Ez most nehéz vagy könnyű pálya volt? Ez nagyon nehéz pálya volt. Itt egyrészt magasak az akadályok, valószínűleg ez a legszembetűnőbb. Az mit jelent? 1,50? 1,50, így van, 150 cm. Magasak az akadályok, gyorsan követik egymást a pályán. Illetve a vonalakban, tehát amikor több akadály van egymás mögött, ott is azt látjuk, hogy gyorsan és nehéz feladatokat kell teljesíteni. A lónak reagálnia kell. De én, mint laikus, én úgy látom, hogy egy külföldön egy rangosabb világkupán a pálya sokkal nehezebbnek tűnik nekem, mint például ez. Jól látom? Vagy... Szerintem felületes szemlélődés, olyan értelemben, hogy a pályán sok minden lehet nehéz. Nehéz az, hogyha gyorsan jönnek az akadályok a pályán, de az is nehéz, amikor a lónak a vágtázó képességét jobban számon kéri a pályaépítő. Nyilván az egy nagyon színes környezet, amiről te beszélsz. Biztos, hogy magasabban is vannak az akadályok, de ezt mindig a mezőnyhöz, meg a helyszínhez, meg az adottságokhoz kell mérni. Hogy milyen magasra tedd a rudat? Van egy versenykiírás, ami tartalmaz megadott magasságot, plusz-minusz 5 cm-en belül én határozom meg, hogy mekkorák az akadályok igazából. Akkor csak 5 centi. Igazából, amit te hozzátehetsz, vagy elvehetsz. Igen, de ez egy nagyon nagy különbséget jelent. Nagyon nagy különbség. És te minek vagy a híve? Hát én annak vagyok a híve, hogy a lovasok és a lovak tudásának a határát kell feszegetni, anélkül, hogy az ember átesne a túloldalra. Akkor gyors pálya, magasan legyenek. Igen, igen, és izgalmas is legyen. Vizes árok? A vizes árkot én szeretem használni, kihívást jól használni. Ez Magyarországon mind problémát okozott, nem tudom miért. Szerintem a lovasok azok, akiknek nincs igazán nagy rutinjuk a vizes árok ugratásában, mert nagyon kevés pályán van. Igen, épp ezt hallottam, hogy igazából nagyon kevés pályán van, és emiatt aztán nagyon sok versenyző, akár olyan is, aki eljut az első osztályú OB-ra, nem igazából tudott gyakorolni ilyen körülmények között. Ezen változtattunk 2011-ben, hiszen van egy mobil vizesárok, ami túrnézik az országban körbe, és a legjelentősebb versenyeken volt lehetőség gyakorolni, meg is látszott az eredményeken. Tehát most a bajnokságokon is jobban ugrották a lovak. Hány ilyen vizesárok van, amit úgy visztek? Egy darab van, ami túrnézik, de van hozzá utánfutó, van kereke, úgyhogy lehet vinni. De ebből több kellene, nem? Végül is a nagy versenyeket kiszolgálja. És akkor ennyi. Milyen egyébként a mai magyar díjugrató sport? Én optimista vagyok, mert ahhoz képest, amilyen kártyákkal játszunk, szerintem egyáltalán nincs okunk sem szégyenkezni. Mit értesz kártyákat? A lovak minőségére gondolsz? A lovak minősége, a gazdasági háttér, a szakember hiány, tehát a szakember képzés. Hol hiányoznak a szakemberek? Melyik ágról? Hogy milyen szakembereket hiányoz? Akár edzők, akár pályaépítők, akár bírók vannak, csak a képzésüknek a megoldása nagyon költséges és nehéz, de úgy érzem, hogy vannak ebben előrelépések az elmúlt években. És úgy érzem, hogy a siker, amit a lovasaink elérnek, hiszen vannak lovasaink, akik a világon bárhol, nem csak hogy megállják a helyüket, de fontos versenyeket tudnak nyerni. Meg vannak rendezvényeink, mint például a Lovas Világkupa Budapesten, ami szintén világszínvonalú. És úgy gondolom, hogy ezek a sikerek mindig az egyén erőfeszítésén múlnak. Itt én azt hiszem, hogy az egész szakágat, az egész díjugratást az viszi előre, hogyha az ember meg akarja keresni a saját megoldását, és nem várja, hogy valaki a szájába adja, hogy mi az. Ugye, mert arról szoktak panaszkodni a versenyzők, hogy hát a lovak nem igazából jók. Arra, hogy magasabb nemzetközi szinten jegyzett versenyeken is ott legyenek a topban. Megítélésem szerint van ebbe igazság, ha olimpiai dimenziókba gondolkodunk, de úgy érzem... Egy VB-n is mikor láttunk díjugratót? 2010-ben, amikor Szász Sándor harmadik helyezett volt az elődöntőben, Kentucky van a világbajnokságon. Elődöntőben, ami jóval nehezebb, mint bármelyik verseny, ahol itthon lehet készülni.
Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a lóanyagunk országos viszonylatban nincs 100%-osan kihasználva, tehát szerintem jobb lovaink vannak, mint ahogy teljesítünk. Ez nem mindig igaz. Tehát olyan pályákat kell építeni, amiből ki tudod hozni a lovakból. Igen, ez is egy szempont. Ugye? Ugyanúgy az edzőknek is ez egy kihívás, a lovasoknak is egy kihívás, és úgy érzem, hogy jó úton haladunk ebben, de szerintem a fejlődésünket nem csak ez határozza meg. Sok-sok tényező van, amiből a legkönnyebb azt mondani, hogy a lovak nem elég jók. Ugye megszakítottál akkorában, és akkor most visszakanyarodunk oda, hogy mint díjugrató lovas milyen eredmény voltak, és akkor már te tudtad, hogy majd később te fogod majd rendezni a pályákat, vagy ez honnan jött? Kezdjük először, hogy versenyzőként. Én ifjúsági országos bajnokságon voltam csapatezüstérmes, és az akkor még megrendezett középiskolás országos bajnokságon egyéni bronzérmes. Uh-huh. Főként az ifjúsági éveimben versenyeztem. Nem tudtam, hogy pályaépítő leszek, viszont egész kiskoromban már a kutyámnak otthon építettem akadályokat, amiket ugrania kellett. Nem ültem a hátán, de mivel nem volt saját lovam, ezért a kutyámnak építettem különböző gimnasztika sorokat, amiket neki le kellett küzdeni. Akkor versenyzőként még nem nézted ilyen szemben akkor a pályát? Nem. Hogy te mit is, hogy csinálnál másképpen? Az ember olyankor egész más szemszögből nézi. Adott egy feladat, és az ember azon gondolkozik, hogy hogy kell azt leküzdeni. Hogy tudod megoldani, igen. És nem azt, hogy az miért van úgy. Uh-huh. Viszont amikor az ember egy kicsit több tudatosságot akar vinni a lovaglásába, akkor elkezd ezen gondolkozni, uh-huh. hogy az miért is van úgy. Miért hagytad abba korán a versenyzést? Az iskola miatt jött az egyetem, és elkezdtem a pályaépítés milyen irányába szakon fordulni. Én közgazdász vagyok, nemzetközi kapcsolatok szakon végeztem. Ha tanulni kellett, és az elvitt minden idődet. Hát az a ló is, hogy az 24 órát igényelne, hogyha most komolyan akarná az embert csinálni, ugye? Igen, az is egy életforma. Így van. És mikor döntötted el, hogy jött, hogy akkor pályaépítő leszel? 19-20 éves koromban kezdtem el asszisztenskedni, tehát más pályaépítők uh-huh. mellett dolgozni. Ez az első lépcsőfok? Igen. Nincs olyan iskola a pályaépítőknek, uh-huh. ahol ezt ki lehet tanulni, hanem ez 90%-ban gyakorlati munkán alapszik, ami eléggé meg is rostálja a mezőnyt, hiszen hideg van, kint kell lenni, melegbe kint kell lenni, esik az eső akkor is, és aki eléggé lelkes és eléggé kihívást lát az egészbe, uh-huh. azt tudja ezt végigcsinálni. És ilyen asszisztálások folyamán, amikor másoknak segítettem, akkor jöttem rá, hogy ebben sokkal több van, mint ami látszik. Vagy már ebben a szakmában? Ez lesz a 9. év, hogy pályaépítő vagyok. És mikor érezted úgy, hogy megéri? Az első pillanattól. Igen? Igen. Igen, amikor sírre kerültem ebben, akkor tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Apró dolgokból éreztem, hogy jó, szeretek fával dolgozni például, nem tűnik egyértelműnek, tehát nem tűnik nyilvánvalónak, hogy emiatt valaki szeret pályát építeni, de ez is fontos. Nagyon szeretem a lovakat, nagyon szeretem azt, amikor lovaknak tanítani tudok valamit a pályáimmal. Uh-huh. Egyébként te mennyire foglalkozol azzal, hogy műanyag vagy fa legyen, mennyire jelent ez kihívást? És egyáltalán milyen tárgyak, eszközök jelentenek kihívást a lovak számára egy pályaépítő szerint? Szerintem nagyon fontos az akadályok formája. Az anyag olyan szempontból fontos, hogy biztonságos legyen, ha ne talántán összetöri a ló, akkor ne szenvedjen uh-huh. sérülést. Nyilván az is fontos, hogy az akadály könnyebben törjön, mint a lólába. Ez igen, is egy igen. fontos uh-huh. szempont. És ezen felül minden esztétikai szempont számít. Ami már nem csak a lovak szempontjából, tehát hogy milyen színű, igen. hogy reagál rá a ló, hanem a közönségnek is. Volt valami érdekes, mit olyan ház, vagy malom, vagy mit, amit esetleg még hozzászoktatok úgy tenni, hogy szebb legyen, díszesebb legyen? Bármit. Például az Aacheni világbajnokságon 2006-ban akadályokat terveztem, és volt egy bélyeg, egy kőfal, fából, fa elemekből, de 160 centi magas, és úgy nézett ki, mint egy bélyeg, egy Aacheni városi uh-huh. bélyeg pecséttel. Na most a ló ugye ijedős állat alapból, éppen ezért ugye nem mindegy a lónak, hogy mit lát. Foglalkozol ezzel? Mennyire mélyedtél el ebben a témakörben, hogy a ló mitől ijed meg jobban? Nagyon-nagyon fontos
kérdést vetettél föl. Az egyik fő szempont nekem a pályaépítésnél. Vannak pályaépítők, akik erre nagyobb hangsúlyt helyeznek, vannak, akik kevésbé. Én nagyon szeretek ezzel játszani, hiszen a ló reakciója határozza azt meg, hogy milyen teljesítményt tud nyújtani a pályán, és úgynevezett optikai kérdésekkel, ami pontosan ezt feszegeti, hogy milyen színű egy akadály, mennyire tart tőle a ló, mennyire ugrik jót rajta, mennyire ezeket tiszteli. Tudod? Igen. Ezért mik azok, amiktől úgymond a lovak félnek tartanak, még akkor is, ha már ugrottak, már látták már? Mondjuk a sötét színű akadályok. Tehát ha egy fekete dobozt berakok két rúd alá, az biztos, hogy visszatart tőle a ló, rövidülni fognak a vágta ugrásai, esetleg akadtabbat ugrik rajta. És piros, mondjuk, élénk szín? Azok a színek mind segítik, amiket jól lát. Piros szín, piros-fehér, nagyon jó, nagyon szeretik ugrani, sárga-fehér, kontrasztot adó akadályokat nagyon jól látnak, ezzel lehet segíteni a fiatal lovakat. És ugye itt jön be az a kérdés, hogy mekkora önbizalma van már a lónak, illetve mekkora tudása, hogy mi az a szint, ahol már ezekkel a nehezebb feladatokkal el lehet kezdeni játszani anélkül, hogy a lónak elvennénk az önbizalmát. Ha jól tudom, lehet, hogy nem. Ugye van a ugrások, úgy megy neki a ló az akadálynak, hogy nem látja, ugye, a végét, vagy legalábbis, hogy hová érkezik. Tehát ez mennyire befolyásolja a lóvat? A kitartásos magasugratásban van ilyen, az egy szintén fából készülő kőfal hatású építmény, aminél valóban a lónak nagy önbizalomra van szüksége, hogy átugorja, hiszen nem látja a túloldalt. Igaz, hogy ezt mindig úgy szoktuk elkezdeni építeni, hogy először picike a kőfal, kisebb, és átlát rajta a ló, és fokozatosan több emeléssel érjük el ezt a magasságot. Ez is segít a lónak felépíteni a bizalmat. De erre azért születni kell a lónak is, tehát nem mindegyik ló képes egy ilyen feladat megoldására, ugye? Igen, hát a bátorság egy nagyon fontos tulajdonsága a jó ugró lónak. Vannak olyan formák, ugye színeket kibeszéltük, formák, amelyektől szintén félnek a lovak? Nagyon érdekes dolog, sokat szoktunk vitatkozni kollégákkal erről, hogy ha élő állat sziluettjét akadály alá rakjuk, akkor megijed a ló, hiszen a ló menekülő állat, és hát kis mókus, kis kutya, nagyon érdekes, hogy még azon is vitatkoztunk, hogyha ragadozó állat, milyennek a mintáját rakjuk-e. Mi erről a véleményed? Ha kellően stilizált, akkor nem nincsen igazán szerepe. Tehát ha nem vehető ki úgy, hogy mondjuk egy digitális képen, amin tényleg felismerhető egy kutya, akkor nincs szerepe, viszont olyat, ami igazán kivehető, olyat nem használunk. Elfből. Nem megpróbálunk olyanokat, amivel átesnénk a túloldalra, nem használni. Én próbaképpen mondjuk én fácánhoz hasonló dolgokat kitennék úgy oda, hogy akadály mellé. Volt most egy sasunk volt a lovas világkupán most decemberben, és hát a pályaszolgálat egyik kedvenc tevékenysége az volt, hogy azt beszéltük meg, hogy hova rakjuk a sast, és honnan figyelje épp az eseményeket. De nem akadályozta a lovakat. Na, én oda tennem az akadály mellé egy kis madarat. Ugye azoktól szeretnek megijedni. Főleg, ha felrepülnek. De hát ez nem repülne fel. Akkor te a lovakhoz is igazítod akkor ezek szerint akkor az akadályokat, és akkor végig gondolod, hogy milyen színű legyen, milyen formájú legyen. Igen, és ez hogy álljon össze, milyen összetételben. Végig gondolom azt, hogy mit szeretnék elérni a pályámmal. Szeretnék megtanítani valamit a lovaknak, vagy inkább szeretnék valamit számon kérni, amit már tudnak. És akkor te mit szeretsz inkább tanítani, vagy számon kérni? Ez attól függ, hogy milyen szintű mezőnnyel állok szemben. Jó, persze megkapod eleve ugye a kiírást, és akkor abból már látod, hogy... Igen, és általában a legtöbb pályaépítőnek az az álma, hogy nagy versenyeket építsen. Én viszont nagyon szeretek fiatal lovaknak kis pályákat építeni. Nagyon szeretem látni azt, amikor egy ló, amelyik úgy érkezik be a pályára, hogy ő csak egy ló, aki szívesen menne a többiekhez, és nem a jó teljesítmény a motivációja. Nagyon szeretem látni, amikor kedvet kap. Na, de te Aachenben is építettél pályát. Asszisztensként, igen. Azért az már nem akármi. Az hátborzongató érzés. Tényleg egy 50 ezres stadion, amikor tele van, és megy a nemzetek díja, és mindenki nagyon izgul, hogy leesik. És egyszer még lehet, hogy nem te leszel ott az asszisztens? Lesz olyan? Nem tudom. Nagyon optimista vagyok. Álmaid, vágyaid között, nem? Egy időben csak ez motivált. De most valahogy nagyon, nagyon megtaláltam a helyemet azon a szinten, ahol vagyok, és ha lesz lehetőségem tovább lépni, azonnal megyek. De nem, mostanában nem szokott ez annyira foglalkoztatni. De azért jó lenne. Most mi foglalkoztat? Most mire készülsz?
Hát most készülök Amsterdamra, erre a pályaépítési lehetőségre. Ez milyen verseny lesz? Ez egy négycsillagos CSI, tehát négycsillagos nemzetközi verseny. Lesz ott belül. Magyar versenyző? Nem, nem lesz senki. Senki nem lesz most. Legalábbis úgy tudom. Úgyhogy nem lesz, de lesz egy bírói továbbképzés, így lesz két magyar kollégám, két bíró rajtam kívül, aki ott lesz. Tehát egy rangos torna lesz akkor. Igen, igen, egy rangos torna. És te fogod akkor. Tudják egyébként, tényleg a versenyzők tudni fogják majd, hogy te építetted, tehát ott majd elmennek és majd mutogatnak, ő az, aki igen, ezt fel kell vállalni, ezt be is mondják általában, úgyhogy ezt... Ja, versenyről be is mondják akkor, hogy Erdélyi Magdolna, stb. Igen. És akkor te felállsz, meghajolsz, hogy mindenki jól lásson, hogy téged kell majd esetleg szídni. Hát szoktak ott a pályaszélén. Nem, nem jellemző, nem. Igazából konkrét konfrontációm soha nem volt még a szakmámból adódóan. Megpróbálom a lovasok szemszögéből kiszolgálni a sportot. Asszisztást ilyenkor te jelölsz ki magad mellé, vagy úgy kapod? Vannak versenyek, ahol én viszem a csapatomat, van, ahol egy embert vihetek, és a többieket a rendező biztosítja, illetve van, ahol... Van saját csapatod? Van saját Hány csapatom. Hány mobil a csapat, körülbelül 25 ember van, akiből 1-től 10-ig, 15-ig viszek magammal embereket. Ausztriába is dolgozunk, Szlovéniába is voltunk már idén, illetve Magyarországon a legfontosabb versenyeken. Egy növekvő csapat, amiből nőnek ki pályaépítők. Ér. Zárásként akkor a magyar díjugrató versenyeken, akkor rendben van minden, ugye? Várom, hogy az akadályokat illeti. Remélem, azon vagyunk. Tehát nincs semmiféle? Nincs. De azért csak van olyan, amit szeretnél változtatni. Igen, szeretnék még magasabb színvonalú versenyeket, és szeretném, hogyha a legpozitívabb irányba lendülne a díjugrató sport, illetve mindenki, akinek köze van hozzá. De mi kell az, hogy magasabb szintű legyen? Azt, hogy ezt mindenki akarja. Kire gondolsz? Szakágvezetésre, versenyzőkre? Mindenki, akinek köze van hozzá. Egy vonzó környezet legyen, amiben jó tevékenykedni. Számít az neked, például van egy verseny, és senki nem megy hibátlant. Számít az ilyenkor mi játszódik egy pályaépítőbe? Izgul nagyon. Ez számít egyáltalán? Nagyon, hogy... nagyon. Nagyon számít. Hát az, hogyha ha nem tudják megugrani a pályát, amit az ember odaépített, akkor elkezdi végig gondolni, hogy esetleg túl nehéz. Volt és hogy ilyen? Is? Hát olyan, hogy senki nem tudta megugrani, olyan nem volt. De olyan, hogy kevesebben, mint gondoltam, olyan már előfordult. És akkor magadban néztél, hogy... Én folyamatosan azzal foglalkozok, hogy kritikus vagyok, mintha valaki másról lenne szó. De akkor jó a pálya, ha meg tudtad önmagad valósítani, de a versenyzők is az egy jó páran, ugye át tudják vinni az akadályt, és összevetésre tudnak menni, úgyhogy hibátlanul. Igen, illetve akkor, hogyha azt látom, hogy jól ugranak a lovak, még ha nem is hibátlanul, de jól, tehát jó érzéssel ugranak a lovak, akkor elégedett vagyok. Itthon? Mikor lesz a következő feladat? Itthon február elején, Székesfehérváron. Mi lesz ott? Egy országos minősítő, egy fedett pályás országos minősítőt fogok dolgozni. Jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport.
Gombera Krisztina, Kozman György, Lola, Novák Péter. Négy ismert ember, négy különböző életünk. Valami mégis közös bennük. Mindannyian véradók. A fiatalok nem igazán adnak vért, remélem, hogy erre is fel tudom írni a figyelmet, hogy tényleg ez fontos. A véradás számunkra csak egy icipici tűzhúrás, de annak az embernek, aki a másik oldalon van, az életét jelentheti. Legyél különleges, legyél rendszeres véradó. Készült a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat megbízásából. Ruházat, védő és edző felszerelések, fitness, karate, taekwondo, kickbox, minden, ami harcművészet. Szavató Kft. Lakókocsi kereskedés. Használt rendszámos és rendszám nélküli lakókocsik nagy választékban. Eladás, vétel, bérbeadás, csere, alkatrészek. Minden, ami lakókocsival kapcsolatos. A most következő Dino Sporthíradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márkakereskedés és szerviz. Sportosat. Ismét itt vagyunk, nem is akárkikkel. Nem is akár miért, ugyanis vendégünk Nagy Hóhér József profi ökölvívó magyar bajnok, illetve menedzsere Petrányi Zoltán. Szerbusztok! Ugyanis kedden nem akármilyen mérkőzés vár rád, Donyecben, ha jól tudom, ugye? Igen. Milyen mérkőzés lesz ez? Hát mindenféleképp nehéz mérkőzésre számítok, és nehéz mérkőzés is lesz. Ugye a VBA... Így van. Igen. Interkontinentális címér. Igen. A világ egyik legnagyobb szervezetéről beszélünk, igen. Ugye Zoli? Egyik legrégibb ráadásul, igen. Hogy jött össze? Hát tudni kell azt, hogy hát meccseink egy részét itthon boxoljuk. Múltkor is elmeséltem azt, hogy a győztes meccsek az egész világon szinte mindig otthon születnek. És hát nem régen volt Józsának egy magyar bajnoki címérkőzése, ahol hatalmas meccset boxolt Bozai Julával 10 menetben. A rekordja az alapból már jó volt Józsinak. Kihívót kerestek az ukrán srácnak, és így jöttünk képbe. A 10 menetes meccs után Józsit elfogadta a világszervezet. Józsi, korábban hallottam, olvastam olyat, hogy elfogadtál mérkőzéseket, címérkőzést is, és nem kikaptál, és az volt az érved, hogy nem volt idő felkészülni, de hirtelen jött és bevállaltátok. Biztos emlékszel rá. Igen. Most volt időd felkészülni? Hát volt időm felkészülni, most az utolsó hetet készültem Budapesten, a Gilda Maxba ott készültem. Hát mennyi időt készültél, most hány hetet tudtál felkészülni? Hát ilyen 5-6 hét volt most, de a legutolsó hetet meg itten a Petrányékkal, az utolsó simításokat ezt tudtam. 5-6 hét elég? Hát mindenféleképp szerintem, többet nem is le kell, de szerintem elég. Akkor most hogy látod, felkészültem megy? Én úgy érzem, hogy igen. Annyira kikerítem, 5-6 hét akkor elég, ha megvan az alapfelkészültség. Tehát kimondottan valaki hónapokig otthon lazsál, és 5-6 hét nem elég. De ha alapból ez rendesen, akkor elég 5-6 hét, igen. De decemberben is boxol, tehát... Így van. Így van. Tehát nem a fotelból kell fel, és akkor megy Donyecbe, ugye? Hát igen, azért mondom, hogy az 5-6 hét, hogyha az embernek, amit az imént mondott a Petrány, hogyha a megfelelő erőnlét megvan, akkor ez az 5-6 hét szerintem tökéletesen elég. Edzésre jöttél. Milyen volt az edzés? Na most nagyon light, nagyon lightos volt most a Bérezolival az utolsó simításokat, ővel egy 4 metes
ilyen kisebb sparringot csináltunk, mert egy kicsit iskoláztam a Lakucki Gyurival, aki ugye segített is a felkészülésemet a Petrányi Zoltánnal az élen. Úgyhogy, de ezen a héten, amit kellett, szerintem megcsináltunk, és szerintem nyugodt szívem megyek ki erre a mérkőzésre. 36 éves vagy, ugye? Így van. De még mindig gyűlöd az ipart. És már jó régóta profi vagy. Hát 2003 óta. 2003 óta, hát ez nem annyira régóta, de mondjuk az egész ökölvilást egyszerűen 25 éve csinálom már. 87 óta van könyvem, úgyhogy ez már szerintem még gombózból is sok, úgyhogy... De amit most így az ökölvilást eltelt idő, eltelt, én azt mondom, hogy ha már most azt mondom, hogy fölteszem a kecsét a szögre, én már mindent elértem, amit el lehetett, és ökölvilnek el kell érni, vagy el lehetett érni, én azt szerintem mindent elértem. Mi volt a legnagyobb cím, amit sikerült a profik között elérned? Hát az egyértelműen a dél-afrikai meccs volt, a WBF világbajnoki cím. Ugye azt is a mellettem ülő úriemberrel csináltuk meg ketten, de mindenféleképpen a legnagyobb és a legértékesebb címem az. Ott lettél világbajnok a WBF-nél, így ugye? Van, így van. Az egy jó mérkőzés volt. Hát jó meccs, és érdekes mindenképpen, hogyha hát az egész világon valaki padlóban, bármelyik versenyző, 5-6-szor onnan nyerni tud, mindenképp érdekes. Tehát többen mondták, az év mérkőzése volt. Ezt hogy csináltad? Hogy tudtál fölkelni? Hát megmondom őszintén, hogy még én sem tudom, hogy tudtam ezt megcsinálni. Ami bennem van úgy abban a meccsből, hogy a negyedik leütésnél már utána nem is fájt semmi. Az ötödik, hatodikat már nem is nagyon éreztem. Uh-huh. És ez valahogy így, hát nem tudom, valahogy jött. És akkor te együttéssel végezted ki? Hát nem először rászámoltak, és utána volt egy ilyen, hogy még a bíró tovább engedte, és utána beszüntette, a bíró saját maga szüntette be. De végül is technikai káó lett, mert... Ugye már... Címvédése mi lett aztán? Hát ezt szerintem nem kellett megvédenem, vagy egy másik cím volt, és akkor azt mink föladtuk a Petrány Zolival, feladtuk, vagy valami ilyesmi, hát én azt szerintem a Zolit kellene erőbe kérdezni. Mi lett akkor? A következő helyzet, hogy tudjuk, hát a magyar gazdasági helyzet miatt nagyon nehéz ide külföldi versenyzőt hozni, pláne címmérkőzésre. Nem volt semmilyen támogató, se tévés, se szponzor, tehát sanszunk nem volt nekünk itt címvédő meccset rendezni. Amit az ellenfél menedzserek kért, és el is fogadtuk, egy visszavágót, egy pár hónappal később, szintén Dél-Afrikában belementünk, tudtuk, hogy itt nem lesz erre semmilyen szponzorunk, belementünk, de eltelt aztán egy hónap eltelt, vagy kettő, és akkor már mondták, hogy akkor még egy fél évet tolnának ezen a visszavágon, és közben kaptunk egy másik lehetőséget, szintén Ukrajnában, egy 22 meccsből veretlen ökölvilő ellen, Vitali Ruszál ellen, és azt elfogadtuk, de egy másik címért ment, és így automatikusan azt elfogadtuk, ezt a címet elvették. De jó, Zsolt is hatalmas meccsen kapott 12 menetben egyébként, tehát nem bőgtünk le, csak hát idegen pályán nem tudtunk nyerni. Itt is egy veretlen lesz az ellenfeled kedden, mert ugye kedden fogsz boxolni. 17 meccset boxolt eddig az ukrán fiú, már ahogy én tudom, és mind a 17-et megnyerte. Jól tudom, Zoli? Igen, pontosan. 24 éves, fiatal, feltörekvő ukrán bunyós lesz az ellenfeled. Így van. Hogy hát, fogod megverni? Mi a taktika? Hát amelyik szerintem taktika, meg semmilyen élelmi, nem beszéltünk a Petrányval, hogy együtt mi fogunk kimenni. Ő lesz a menedzserem és az edzőm is egy vonalban. Még nem beszéltünk el, de még ilyenkor nem is nagyon szeretek az ilyenekről beszélgetni, hanem... Jó, láttad akkor a fiút? Bunyózni láttad? Még nem is láttam. És miért nem szeretsz ilyen erről beszélni? Még ilyenkor nem. Maga az, hogy most beszél az ellenférről, az így most így elmegyen, így szeretek, de így most még nem gondolkozok ebből, hogy most taktika, technika, semmi ilyesmi, még én nem szeretek ilyennel foglalkozni. Ez majd, amikor kimegyünk, és akkor a Petrányi Zolival ott leülünk, és akkor ő hozza a kis dolgait, és akkor megnézzük, megbeszéljük, és, de még ilyenkor nem. Zoli, lehet, hogy te már láttad őt bunyózni az ellenfelét? Persze, hogy én megnéztem azért. Az a Józsi, amiről Józsi beszél, az a lényeg, hogy ő nem akarja addig törni magát ezzel. De most megnézi, mi lesz, hogy lesz. Hát természetesen az egyik edzőpartnere, a Farkas Gabi, az hasonló testalkatú, sőt még hasonló, mert 2 méteres rác és 114 kg, az a kezdődött Józsi többször is, épp azért, hogy hasonló legyen. Tehát magyarul készültünk az ellenfélre. De cirkában súlyban lesz a mérkőzés, nem? Igen, igen. Magasabb lesz az ellenfeled? Igen. Bőven. Persze, hát én 178 vagyok, az ellenfele meg ilyen 192. Tehát az ketté töröd. Igen. Milyen könnyű nekünk innen, ugye? Igen. Na, de hát egy hajdúhatház is rásznak, ez nem okozhat problémát, hogy szokták mondani. Hát, hogyha az jön ki, az sül ki belőle, mint a Dél-Afrikában, akkor szerintem
a világ legboldogabb embere lennék én is, de a te mellettem ülő úriember az még utána szerintem. Zoli viszont, hogyha megnyeri, mert ugye ez interkontinentális cím, akkor tovább kell menni, nem lehet megállni. Hát megállni semmiképp sem szeretnénk, tehát hozzáteszem, hogy... Én úgy csak itt arra gondolok, hogy akkor a VBA-nál itt akkor tovább kell menni, és az már viszont lehet, hogy pénzbe kerül. Nem feltétlenül elmondom, hogy egy visszavágóra van szerződésünk. Uh-huh. Tehát, hogyha itt Józsi nyer, akkor egy visszavágót kértek természetesen. El kell fogadjuk, nincs más lehetőségünk. De hogy mi lesz a meccs után, nem szívesen beszélünk egyébként. Természetesen győzni szeretnénk, de hogy mi lesz, mit tervezünk, honnan szerzünk pénzt, ha kell. Amúgy is nehéz pénzt szerezni Magyarországon. Biztos, hogy könnyebb lenne pénzt szerezni, hogyha lenne egy ilyen nagy címünk. Okay. De hát ne beszéljünk erről, még én úgy gondolom. Józsi, hogy talpon tudtál maradni? Hogy amikor a Felix Promotionnek a profi box szekciója ugye megszűnt, mindenki szélnek lett eresztve, hát abból már igazából csak te vagy talpon. Igen. Mert ugye a Vérez Zoli boxolgat, tudom, de hát ő nem tartozott a Felix Promotionhöz. Tehát abból a csomagból, amit ugye annó a Felix bevitt ugye az emberekhez, ugye, gáláikon keresztül, már csak te maradtál meg, mint ökölvívó. Hát ez úgy történt, és ez úgy is sikerült, hogy a Petrányi Zoli, azt tudtuk, hogy akkor is a volt edzőme, hogy kézbe vette ezt a magyar ökölvívást, úgymond magyar ökölvívást, és megkerestük együtt, hogy akkor próbáljuk meg együtt. És ez így történt, hogy megkerestük a Petrányi Zolit, és azt mondta, hogy így van, ez nagyon jó ötlet, próbáljuk meg együtt, és ez így történt. Akkor azóta Zolival vagy? Semmióta Petrányi Zoltán elkezdte ezt a magyar ökölvívást, azt a profi, professzionális dolgot, én azóta a Petrányi Zolival dolgozok. Akkor már jó régóta? Első emberként. Hát igen. Na, ilyen hűséges vagy? Hát többnyire. De meg se fordult a fejedbe, mikor ugye Félix bejelentett, hogy készül, hogy abba hagyod te is? Mert mintha ilyet hallottam, olvastam volna annó. Hát és én jól tudom, sokáig nem is boxoltál. Volt egy holt időm, amikor nem boxoltam, de nem azért, mert feladtam a bunyót, és nem azért, mert nem akartam tovább boxolni, hanem pont az volt az a holt idő, a Félix és a Petrányi Zolinak a köztes dolga, hogy a köztes idő, mentek, a, hogy... a köztes idő, amikor az volt, hogy nem volt menedzser Magyarországon, és ez azért történt. Nem az, hogy mert feladtam, nem azért, mert nem akartam boxolni, hanem azért, mert nem volt egy ember, aki azt mondja, hogy gyere, akkor Józsikán boxolni, akkor próbáljuk meg együtt, és ezért volt ez a pár hónapos kihagyás. A súlyváltásod akkor történt, mikor Petrányihoz mentél? Hát nem sokkal utána. Nem sokkal utána. Mert te korábban nem a cirkálosúba bunyóztál. Hát a Rácz Félixnél 72 fél volt a legnagyobb súlyosoport, vagy a legnagyobb súlyom, amiről boxoltam, vagy a legkisebb. Így van. És most mennyi? Most meg 90 kg 70 dek, hát a cirkálos súly, ez a 90 kg 70 deka. De hogy már most felmentem ebbe a súlyban, nem bánom egyáltalán, mert már azt a súlyt nem is tudnám hozni. Igen, és már abban az időben sem. Bocsáss, mert csak azért hoztam szóba, emlékszem rá cikkekre, amikor írták, hogy meghisztál, és stb., hogy most már kész, véged van. Emlékszel ezekre a cikkekre? Volt egy pár ilyen cikk, hogy voltak. Hát ez mindig is lesznek ilyen cikkek, és vannak, lesznek is, meg vannak. Ezek dühítettek, mikor azt mondták, hogy na már elhisztál, most már belőled nem lesz a ökölvívó? Az a baj, pont a mai nap beszéltük a Petrányi Zolival, vagy a mai napokban beszéltük, hogy az engem az ilyen cikkekre én tudok ugrani egyből, de, de ugye van, mert a Petrányi Zoli, és én azt mondom, hogy ő intézze ezeket a cikkeket, én nem nagyon foglalkozok el ezekkel a dolgokkal, ám bár ugrok rá, de hát az emberek, amit leírnak, ebben együtt kell tudni élni. Szeretnek még Debrecen, mert régen tudom, hogy szerettek. Imádták a hóhért. Hát a Debrecenben azért csak a szülőföldöm és csak a hazám, hát azért persze, hogy szeretnek az emberek. Tudják még, hogy bunyózol, hogy még aktív vagy és ott vagy még mindig? Mindenféleképpen persze, hát azért ott is néznek emberek tévé.